Üdvözöllek titeket, sziasztok! Ma is Mikó Levente fog minket vendégül látni, és ezúttal a háttértárolókról fog nekünk beszélni. Levente, kérlek, mutasd be az első áldozatunkat. Mutatom is, köszöntök mindenkit. Először is egy VD 1 terabájtos, 2,5 szolos notebook merőn lesz mutatnék be. Itt erről azt érdemes tudni, hogy gyakorlatilag csak notebookokban szokták használni, ugyanúgy be lehet szerelni azt a gépbe is, mivel a csatlakozó az ugye megegyezik. Erről több szót nem is ejtenék igazándiból. A legtöbb mai laptop ezekkel van a szerelve, főképpen az alsó kategóriás. Nekem van egy ugyanilyen Winchesterem, és azt én mobil Winchesterként használom. Igen, igen, tökéletes meglátásod. Ezeket a Winchestereket használják főképpen ilyen külső ezekre. Illetve van egy másik megoldás, hogyha mondjuk valaki szeretné fejleszteni a laptopját, és mondjuk egy ilyen Winchester kikerülne belőle, akkor ilyen kis egyszerű eszközzel, ilyen külső tokkal fel lehet használni ugyanúgy külső Winchesterre. Árkategóriában azt lehet tudni, hogy ilyen 1 terabájtos ezek általában ilyen 20 ezer forint környékén már beszerezhetőek, még egy ilyen tokot már ilyen 4 ezer forint környékén meg tud szerezni. Beszéljünk a következőről, a következő egy kicsit nagyobb falat. Így van. Jelen esetben egy Western Digital 2 terás Winchesterről tudunk beszélni. Ez a Winchester tökéletesen alkalmas arra, amit az előző epizódban mutattunk számítógép, annak háttértárolójának, de ezen kívül még ennek létezik egy komolyabb verziója is, ami úgymond ilyen hálózati meghajtókba szoktunk szerelni, kameraegységekbe, mivel ugye ezeket a Winchesterek úgy tervezték meg, hogy gyakorlatilag 0-20 évben működjenek ez az élettartalmi változó szokott lenni. 4 év után szoktunk mondani azt, hogy érdemes elgondolkodni a cserén, mert mivel addigra már az életciklusának a 90%-át mondjuk elérte. Ettől függetlenül utána is még évekig működhet, de a adatbiztonság szempontjából nagyon nem mindegy, hogy ezek le vannak cserélő, avagy nem. Következő az viszont egy újra egy ilyen kis mini háttértároló, vagy nevezzük úgy köznyelvén, hogy vinyó. Hát igen, ezt annyit elvetennék rajta, hogy ez SSD meghajtó, szóval ugyanúgy meghajtóként tudjuk használni. Annyi a fő különbség benne, hogy még ugye Winchesterekben ugye mozgókat vannak, jelen esetben ugye Winchester több darab tányérból áll, ezek ilyen 7200-as fordulatszámon üzemelnek, <kül> ugye ezt meg se kell említeni, hogy még az SSD-nek nincsenek úgy mozgó ez valamiben már tartósabb technológiának mondható. Ugye 6-7 évvel ezelőtt, mikor megjelentek az első SSD meghajtók, akkor még annyira gyerekcipőben jártak, hogy adatbiztonság szempontjából még nem voltak annyira jók. A fő különbség még a kapacitást jellemzi, ugye ezek a régebbi Winchesterek már úgymond elérhető árban 1-2 terabájtosak vannak ilyen 20 ezer forint környékén, míg az SSD meghajtó most ott tartanak, hogy ugyanebbe az árszegmensbe ilyen 250, maximum 500 gigásat lehet megvásárolni. Egy újabb áldozatunk van, ő nagyon szép piros színekbe pompázik. Mi az, amit ő tud? Igen, tudja a pirosat is, viszont azt hozzátenni, hogy ez is szintén ugyan RGB, és olyan, amit az előző epizódban is említettünk, ugye színváltós. Annyit lehet erről tudni, hogy kapacitásban ugyanazt tudjon ugyan, nagy, mint az előző, előzőleg említettek, 120, illetve 240 gigát tudnak, illetve ennél csak feljebb. Annyit érdemes tudni róla, hogy ezt már tényleg csak ilyen komolyabb kategóriás gépbe javaslom, mivel ugye ennek van egy külön vezérlője is, amivel a színe itt lehet vezérelni. Tehát az elvetemült gémerek azok, akik ezt használják igazán? Hát mondhatjuk úgy, hogy az elvetemült kategóriának az belépő szintje. Ja, csak a belépő szintje. Jó. Következő az már egy drágább, ugye? Hát ez már jó volt drágább, ugye itt már a kapacitás szempontjából is eléggé felteszi a lécet, ez az SSD, mivel ugye ez már egy terrás Ugye itt a Samsung a 860 eurójáról beszélünk képességgel. ez főképpen üzleti használatra, meg ilyen komolyabb otthoni felhasználásra tudom javasolni. Annyit érdemes ezekre tudni, hogy a Samsung már a gyártósoron elég komoly minőségbiztosítási rendszereket használ ezeknél a kis eszközöknél, így ezeknek a minősége jócskán felülmúlja az ilyen alsó kategóriásokat. Árban igazából már jelentős különbség nincs köztük, tényleg csak pár ezer forintról beszélünk általában. Jó, és a az utolsó, az viszont sokban különbözik az előzőek. Így van, ezt Annyit érdemes erre tudni, hogy ugye, ugye, mint látható, ennek már egy másik fajta csatlakozója is van, <kül> ugye, ez, úgymond M.2-es csatlakozóval rendelkező SSD. Ezt annyit érdemes tudni róla, hogy ez már az alaplapba kerül bele. Ugye meg is tudom neked mutatni, itt egy komolyabb fajta alaplapon, amit az előző epizódban mutattunk, itt ugye ez már erre a csatlakozóra megy rá. Fontos tudni, hogy ebbe a komoly alaplapban már kettő csatlakozó is van rá. E, hogyha ebből kettőt beleszerelsz az alaplapba, akkor akár régi meghajtóként és réd is lehet használni. Ez adatbiztonság, illetve sebesség szempontjából nagyon fel tudja dobni a teljesítményt. Tehát, hogyha egy régi számítógépebe szeretném én belerakni ezt az új merevlemezt vagy háttértárolót? Ő vagy az semmiképpen vagy? sem fog működni, sajnos, mivel ugye igen, igen. Létezik erre is külön megoldás, átalakítókkal, hogy mindenféle ilyen a apróságokkal, de semmiképpen se javasolnám, mivel ugye ennek pont a sebessége, az erőssége. És ugye átalakít, hát átalakítóval szerelnéd be a gépetbe, akkor pont a legnagyobb erőssége menne kárba, nem lenne annyira gyors. Gyakorlatilag ugyanott lenné, mint ezzel a, le, ez a, ez a szinte legolcsóbb kategóriás ssd-vel. Mikó Leventének köszönöm szépen megint a segítséget, legközelebb a monitorokról fogunk beszélni, tartsatok velünk akkor is, sziasztok! Iratkozz fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb anyagainkról!